Ma kezdődött el a második osztályos tanulók országos felmérője anyanyelvből irandó tesztel, szerdán olvasásból, csütörtökön matematikából, pénteken pedig románból mérik fel írás és olvasási készségeiket. A negyedikesek május 14-én vizsgáznak román nyelvből, 15-én matematikából és 16-án anyanyelvből. A hatodikosok is országos felmérőn esnek át, május 22-én a kommunikációs készségeiket mérik, 23-án pedig a matematika és természettudományok terén szerzett tudásukat mérik fel. A jegyeket nem írják be a naplóba, a felmérés célja, hogy ellenőrizzék, hogy a gyerekek milyen mértékben sajátították el azokat az információkat, amelyeket a tanterv minden osztálynak célként kitűzött.